Sziasztok, én Tényi Bálint vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Most ebben az új videóban egy tanulmányomat szeretném nektek felolvasni, tehát most nem egy filmmel, vagy esetleg verssel, vagy képpel jelentkezni, hanem egy tanulmányomat szeretném veletek megosztani. Az írásomnak a címe a következő, ami, hát, ahogy már elkezdem majd felolvasni nektek, hát látni fogjátok, hogy egy interdisziplináris területet szeretnék érinteni. A tanulmányom címe a mimetikus művészet halála, vagy Arthur C. Danton művészetelméleti gondolatai és a modern filmművészet. Bizonyára ismeritek Dantont, de esetleg nem, egy rövid kis bevezetőt mondanék róla, amit írtam a tanulmányomban a Dantóról. Hát Dantónak a híres művészet filozófiai megközelítését, felfogását szeretném elsősorban ebben a tanulmányban kapcsolatba hozni a hetedik művészettel, vagyis a filmmel, és külön reflektálva az osztrák filmrendező Haneke 1993-ban megjelent Benny videója című alkotásra. Akik még nem láttátok a filmet, igyekszem kerülni majd a spoilereket, tehát nem egy filmelemzésnek tekintem ezt, hanem inkább kapcsolatba hoznám Benny videóját, Hanekinek ezt a művét, ezt a filmjét a Dantóféle elméletekkel. Akkor elkezdeném felolvasni az írásomat, és hát, ahogy már mondtam, a Benny videójában nem akarom senkinek elrontani, akik még esetleg nem látták a filmet, tehát a teljes történetet nem olvasom fel, hanem inkább a karakterábrázolásra fogok fókuszálni. Akkor, hogy ne húzzam tovább az időt, a mimetikus művészet halála, vagy Arthur C. Danton művészetelméleti gondolata és a modern filmművészet. Kezdetben a művészet elsősorban a mimézis szerepét töltötte be. Az impressionisták voltak az elsők, akik a 19. században képesek voltak meghaladni ezt, mondván, hogy a művészetnek a lélekből kell képződnie a valóság tapasztalás folyamatában, azaz nem a külső, hanem a belső valóságra irányult a figyelem. Ez merően eltért például, ahogy ti is tanultátok, a barokk művészet felfogását, ahol legkevésbé kapott megvilágosító utat az alkotó lelki miben valójának belső szubjektív lényének feltárása. Ez jellemezte a barokk művészeti stílust. A 20. század elejének művészetével kezdtek az avantgárd mozgalom jelentős változást teremteni a művészet esztétikájával kapcsolatban, a művészet miben létének meghatározásával kapcsolatban. Újból és másként felmerült a kérdés, hogy mi tekinthető művészetnek, és mi nem. Talán minden művészet már? Kérdezi Danton. És hát még tették fel a kérdést a különböző médiában alkotó avantgárd alkotók. Fontosnak érzem megemlíteni itt Marcel Duchamp munkásságát, kiemelve a már névjegy alkotásnak számító művészetét meghatározó Szökőkút címet viselő installációs művét. Van egy kicsit komikus talán, hogy a kiállító teremben nagy valószínűséggel megdöbbenten nézték a látogatók a sarokba állított piszoárt, amit attól a perctől kezdve magas művészetnek értelmeztek a mai napig Dantó szerint. Duchamp a Szökőkút, tehát a sarokba állított piszoár műalkotásával elindított valamit a művészetben, ami szöges ellentétben állt a tisztán szépre törekvő, az ideákat megközelíteni igyekvő művészettel. Ha tetszik, a banálisban és a hétköznapiban igyekezett megragadni a szépet, az esztétikumot. A rút, a csúnya matériát szépé tette, most gondoljunk egy piszoára, univerzálisra tette a valóság és a művészet kapcsolatát, azt a valóságot, amit eddig csak reprodukáltak a művészek. Duchamp megragadta teljes valójában mindenfajta transformáció kísérlete nélkül. Duchamp abban az időben hozta létre alkotását, amikor gyökeresen megváltozott a szépről és a rútról, vagyis a csúnyáról, rondának nevezhető dolgokról kialakult esztétika. Ami a 20. század művészetében megtörténhetett, nagy valószínűsége az egzisztencialista filozófia részben érdeme volt, külön kiemelve Nietzsche morálfilozófiáját, amiben a filozófus felmutatta, hogy a 20. század embere hogyan haladta meg az antik és a keresztény morált.
Ez a Nietzschei elmélet, ahogyan láthatjuk, természetesen a művészet filozófiába is transformálódott, nem csak a jót és a rosszat haladta meg a modern ember, hanem a szép és a rút közötti megkülönböztetés is halványulni látszott talán. A már említett Duchamp, ugye a szűkökút alkotásra gondolunk. Danto 97-ben publikált könyvében nem véletlenül említette meg, ami a főművének tekinthető, a Hogyan semmiszte ki a filozófia a művészetet. Duchampot is megemlítette, és a későbbi ebből az avantgárdista mozgalomból kialakuló popárt mozgalmat is megemlítette, és annak legjelentősebb alkotóját Andy Warholt. Valamint ennek az esztétikai szemléletnek változásnak hangsúlyozni kell, hiszen merőben megváltozott a művészet a 20. században, Nietzschei János gyökereit. Felvette a kérdés, hogy van-e esetleg Nietzschei János gyökerei ennek. Nem csak a képzőművészet volt az, ami jelentős változásról ment keresztül, hanem a témában elemzésre kerülő másik vizuális művészeti médium is jelesül, vagyis hát nevezetesen a film, a hetedik művészet is nagyon nagy változáson ment keresztül. Elég csak Andy Warhol műveire gondolni, az amerikai avantgárd egyik legjelentősebb kísérleti filmese Stan Brakhage-et is érdemes megemlíteni, aki újító módon közelítette meg a választott médiumát, anyagát. Filmjei nem többek és nem is kevesebbek, mint a hol eltűnő, hol ismét felemelkedő szépségek költői megragadásai. Megragadta a valóságot úgy, ahogy az van teljes igaz valójában, Stan Brakhage, aki az amerikai avantgárd egyik legkiemelkedőbb alakja, amire egyedül a hetedik művészet képes az idő sajátos megragadásával, amire Tarkovszki is rámutatott a Megragadott idő című művével. És a költői montázs, manipuláció is semlegesek voltak abban az értelemben, hogy nem vesztette el, nem disztingválódott a valóság a film médiumától. Vagy ez alatt mit értek, erre szeretnék most rávilágítani. Őt azonban bizonyos értelemben még Stan Brakhage-et is meghaladta a már említett képző és filmművész Andy Warhol, aki semmilyen alkotói kontextusban értett manipulációt nem alkalmazott. Az ő kísérleti filmjeiben, Warhol kísérleti filmjeiben kizárólag a valóságot ragadta meg, és nem alkotott egy időből összerakott mozaikot, vagyis montást, ugye, ahogy tanultuk ugye a patyomkínpáncélos megtekintése után a montázs elméleteket, és hát Tarkovszkit ismét fontos megemlíteni, az orosz filmrendezőt, aki utalt a filmre, mint választott médiumra, hanem rá se tette alkotói kezét Warhol, felvette állóképben, ami épp megragadta őt, és az ő sajátos, excentrikus személyiségét. Warhol tudatossága ezekben a kísérletekben máig vitatott, hogy vajon tudatos volt számára, és hogy ismerte a dantói elméleteket. Hát ez mai napig vitatott, de nem tudhatjuk, hogy a kortárs szemlélet és a művészet filozófiai kánon volt-e, ami felmagasztalta a munkáit, vagy ténylegesen egy zseni volt-e Warhol, aki tökéletesen átérezte a művészet eme forradalmi változásának útját. És az azt megelőző alkotói utakat, szemléleteket. Tagadhatatlan azonban, hogy a popárt mozgalom és ez a különc parókát viselő Andy Warhol véget vetett az eddig kialakított művészet felfogásnak, illetve a tradicionális alkotói gondolatsémáknak. Danto külön fejezetet szentelt művében, főművében Warholnak, amiről témához kapcsolódóan írnék, feltéve ismét már említett kérdést, hogy a 20. század morál meghaladása, Nietzschére gondoljunk csak, kisemmisztette-e vajon a művészetet, jelentéktelenné tette-e vajon a művészetet. És hát ebben a Danto a következőket mondta, a tucat áruból műalkotás, avagy Warhol és a művészet halála. Warhol filmjei közül két munkát emelnék ki, az első az 1963-ban forgatott Sleep, vagyis az Alvás című filmje. A történet meglehetősen egyszerű és könnyen követhető, hiszen egy félmeztelen férfit látunk 6 órán keresztül, amint alszik. Látjuk az alsó kameraszögből 6 órán keresztül, hogy alszik a férfi. A 6 óra időtartam alatt ezt az egy kameraszöget látjuk, Warhol letett a egy pontba a felvevőgépet, a kamerát, nem változtatva annak pozícióján és perspektíváján. A
másik munkát, amit kiemelnék, New York egyik felhőkarcolójáról, az Empire State Buildingről készítette, filmes munka, de talán inkább mondhatjuk a szó legnemesebb értelmében, az egyetemes filmművészet során elkészített legvalóságosabb festménynek. Tehát a Warhol szinte már a képzőművészet felé tolta ezeket a mozdulatlan állóképes moziait, ami tényleg olyan volt, mint egy festmény. Elég csak a felhőkarcoló, ami az Empire State Building című filmjére gondolni, ami 10 órán keresztül egy állókép az említett épületről. Látjuk, hogy éjszaka van, egy kicsit beszélnék még a filmről, az épület teteje világítja New York utcáját 10 órán keresztül, ahogy már említettem, állóképben. E két munka volt, ami legjobban érdekelte Dantót, olyannyira, hogy a filmjében teoretikus eszélyében meg is emlékezik a két filmről és a híres Warhol képekről. Az 50-es években már haldokló absztrakt expresszionizmusnak vetett véget Warhol, hogy első önálló kiállításon különféle a fogyasztói társadalom szerves részeként érdekelő tucat árokról, jó példa erre a Coca-Cola üveg, vagy a Campbell's féle paradicsomkonzerv, vagy a Brillo's box és más fogyasztói termékek, ezekről csinált fénymásolatot, lenyomatot, és ezt tette ki a kiállításán, mint műalkotást. Tehát ezen érdemes elgondolkodni, hogy ez micsoda változás a korábbi művészeti alkotások és hát művészet elméleti megközelítésekhez kapcsolódóan mekkora változást tett végre Warhol, hogy gyakorlatilag a tucat áruból műalkotást csinált. A már említett dolgokból, fogyasztói termékekből, Coca-Cola-s üveg, Campbell-szél, paradicsomkonzerv, stb. Dantó két utopisztikus elméleti kérdés vetett fel főművében. Meghalt-e ezzel vajon a művészet? Vagy elért egy olyan stációt, ahol már nem tud hova fejlődni? Jogosan tette fel a kérdés, hogy van-e értelme ezek után még a művészetnek? Van-e haszna, funkcionális haszna az életünkben? Dantó, amit már említettem, 97-ben publikálta ezt a könyvét, és könyvében arra a következtetésre jutott, hogy a művészet elérhető mindenki számára, és ez a demokratizálódás leginkább Warhol érdeme volt, Andy Warhol érdeme volt, hogy a művészet egyfajta mindenki számára elérhető szabadságot szimbolizált, és irányított, és hozott létre. Igaza volt, és bizonyos értelemben Warhol-ra reflektálva újra fogalmazta a 19. századi Friedrich Hegel esztétikai filozófiáját is, miszerint a művészet az abszolútum megjelenítése a szemlélet formájában. A művészeti szép Hegel szerint középen foglal helyet az érzéki, mint olyan, és a tiszta gondolat között. Ez volt ugye Dantótól vett idézet a könyvéből. A művészet a természetben rejlik azzal, hogy az objektív létezésbe fordítja magát. A vallás belső lényege a kultuszban, a dogmában elhomályosulhat, a művészet lényege az objektivitásban csak még tisztában, még tökéletesebben jelenhet meg. Ennek a fajta valóságnak a teljes tiszta objektivitása valósult meg a 20. században Warhol, Andy Warhol esetében, és más popárt művészeknek köszönhetően. Tehát érthetőbben a Hegel filozófiát is meghaladta, és hát megint vissza kell térni a Nietzsche János gyökerekhez, hogy nem csak a jót és a rossznak a meghaladása, hanem a szép és a rúd is eltűnt, mert hát gondoljunk bele, hogy egy kólás konzerv, vagy egy kólás üveg és egy paradicsom konzerv mennyire esztétikus. De Warhol előtt ugye már említett Duchampot is meg kell említeni, aki egy piszoárt rakott ki a kiállítóterembe. Szóval visszatérve Warholva tanulmányomba, Warhol művészetet demokratizáló alkotói cselekedei voltak véleményem szerint alappillérei a mai modern társadalomról és fogyasztói kultúráról való újszerű gondolkodásnak. Hogy ez jó vagy rossz, erre szeretnék most rátérni. A Warholról szóló monografikus írásokban mindig voltak felmutatva olyan jelek az alkotó személyiségét, illetően ami az exhibicionizmusra szélsőséges esetben az úgynevezett sztár, celeb státusz iránti mai naív vágyódásra utaltak. És ha belegondolunk a mai világban, ez a celeb, ez a sztár, vagy a jövőben mindenki éles lesz 15 percre, ez igazából van róla is vált, tehát jól, ezt megjósolta Andy Warhol.
Warhol mindenképpen része volt, és része is akart lenni a fogyasztói társadalomnak, olyannyira, hogy nem is tudott elvonatkozni ettől a kollektív szociális sémától, tudatállapottól. Tehát nem tudott ebből kiszabadulni, a művészei ebbe centralizálódtak be a fogyasztói társadalom által megjelenő fogyasztói termékeknek a bemutatására. Idézem az alkotó ehhez a gondolathoz szerintem igencsak kapcsolódó megjegyzését, amit már előbb is mondtam, hogy a jövőben mindenki híres lesz 15 percre. És gondoljunk bele, megvalósult ez? Igen, hát gondoljunk csak a Facebookra, a YouTube-ra, az internet világára. És hát még egyszer mondom, hogy gondoljunk bele, mert itt tényleg igaza volt, elég csak a közösségi médiára, vagy éppen a videó megosztó oldalakra, amit már mondtam, a YouTube-ra, vagy a Vimeo-ra. A mai társadalomban jogunk van a láthatóság kihívására, amit egy Daniel Dace nevű művészettörténész is kiemelt, és a jogunk van arra, hogy engem néz, engem csodál, stb., ami szélsőséges esetekben narcisztikus jellemvonásokat is idézhet elő, elég csak a Facebookra gondolnunk, vagy a Twitterre, vagy az Instagramra. De ez már véleményem szerint ez már a patológia felé közelítő dolog, de Warholnak igaza volt abban, hogy tényleg mindenkinek megvan a 15 percre híres leszek jelenség, jelenség. És hát a mai társadalomban, ebben a társadalomban, ahogy már mondtam ezt, hogy ez jó vagy nem, erre szeretnék most rá, és sokak által vitatott, nem igazán tekintető, mondjuk egy romantikus szemléletű művészi identitásnak, amit ő képviselt. Sokkal inkább volt jellemző ez a romantikus, vagy a tragikus művészet identitás az őt követő alkotókra. Megemlítendő itt késői éveiben egy alkotótársa, a tragikus sorsú festőművész Jean-Michel Basquiat, aki viszont érdekes módon egy társadalomból kivetett afroamerikai alkalmazkodni nem tudó, és nem is akaró, saját lelkét figyelő művész volt, aki nem vágyik arra, hogy egy hamburger és egy közepes sültkrumpli emberi megfelelője legyen. Warhol vágyott erre, és nem is akart ezen túltekinteni. De mégis alkotótársa volt Basquiat Warholnak hosszú évekig, egészen haláláig. Warhol művészete és élete olyan volt, felmerül a kérdés, hogy a művészet és a fogyasztói társadalom összekapcsolása jó irányba vitte az igazi értékeket talán már látni képtelen fogyasztói társadalomban. Dantó és előfutára Hegel, a már említett német filozófus Hegel, már felismerték azt az áldást, vagy átkot, ami a 20. század rohanó időt megragadó társadalma generált, és itt eljutunk az új művészethez is, a filmhez is, hisz megragadja az időt. Mégis mindketten kijelentették, hogy művészet mindig lesz. Dantó is kijelentette, és Hegel is kijelentette, és mindig lesznek értékes alkotások. Más kérdés, hogy társadalmunk tagjai mennyire képesek funkcionális érdemeit látni, értékelni, miközben rohanunk, és mindent azonnal akarunk, azonnal vágyunk türelmetlenül a szemlélődésbe vetett hit nélkül. Tehát ez lett volna az én záró gondolatom, hogy jó-e vagy rossz-e az ilyenfajta a művészetnek ez a fajta irányba való megindulása. Hát szerintem a szemlélődésnek a teljes eltűnése az igenis destruktív, és hát ebben az értelemben én Warholt kritizálnám, de akkor rátérnék a tanulmányomnak a következő témájára, a nevezetesen Haneke a Benny videójára. Tehát is a kapcsolatban az a természetesen Dantónak az elméletével. Tehát akkor Haneke osztrák filmrendező és korai filmje a Benny videója, kapcsolatba szeretném hozni a film főszereplőjének is választott médiumában a videó VHS patológikus pszichózisát, reflektálva Dantó már korábban megemlített elméleteire és a film, vagy jelen esetben a videó és a valóság közötti disztingválás képtelenségére, vagy a filmben láthattuk. A film most akkor gyorsan a története, de nem akarok senkitől, aki még esetleg nem látta, nem fogom a teljes történetet felolvasni, de egy rövid kis néhány gondolatot megosztok, hogy miről szól a film. A film főszereplője egy kamaszkorú fiú, aki küszködik azokkal a problémákkal, amikkel legtöbb
kortársában osztozik. Szülei nem igazán foglalkoznak vele, kevés barátja van, egyetlen menedéke egy felvevőgép, egy kamera és a videótékákból kivett filmek világa. Teljesen ebbe a világba bújik el lappangó problémái, frusztrációi elől. A szobája egy videótéka gyűjteményével vetekszik, mindenütt videófilmek, videokamerák, filmes lámpák. Nagyon fontosnak érzem azt a jelenetet, ahol szembesülünk azzal, hogy a fiatal fiú nem is látja már a valóságot, miután megtekintettem a filmet, ez volt az első impresszióm. Jelen esetben az ablakból látható utcát nem is látja. Ez is egyfajta Henikéta ezt akarja szimbolizálni, hogy számára a főszereplőre a valóság már halványodni látszik talán. Függönyök el vannak húzva, egy videóprojektorral szemléli az őt körülvevő világot, így az utcát is, ahol a lakik a tévén keresztül szemléli. Tehát számára a valóság a tévé és a filmek világa. A film során egyre inkább érzékeljük a jelekből, hogy a fiú nem képes érzelmileg kötődni senkihez, és semmi ez. Szüleivel nem találja meg a hangot, az iskolában bajba keveredik. Haneke igen érzékeny módon mutatja meg nekünk a képek és a dialógusok összhangjával a fiúban jelenlévő szinte már depersonalizációs tüneteket. Ahogy Benny kamaszodik, lázadó viselkedésmódot kezd képviselni, ami nem is lenne meglepő, de mégis valahogy érezzük a lelkében lapongó patológikus kóros jeleket. Megismer egy lányt a videótékában, akit felhív a lakására. Némi beszélgetés után az először játszadásnak induló egymásra keresésből erőszak alakul ki, és Benny a videókamerával fölveszi, hogy megölje a lányt azzal a fegyverrel, amivel a film elején egy disznót öltek meg. Megrázó pillanat volt a film eleje, mellékesen megremíteném. Külön kiemelném a filmbeli dialógusból azt a megjegyzést, amit a disznóvágásról mondott a lánynak, idézem, az csak egy malac volt. A gyilkosság a fiú számával semmiben sem különbözött attól, amit a disznó halála jelentett számára. Tehát az, hogy megölte a lányt, nem a fiú számára, feltesszük a kérdést, vajon semmi más nem jelentett attól, tehát hogy nincs különbség a kettő között. Gondosan feltörli a fiú a gyilkosság után. A gyilkosság után ugye a lány megölése igen tragikus jelenet a filmben, a vért, és hát mintha valami háztartási feladatot végezne, tehát mintha valami hétköznapi dolgot csinálna, semmi tragikus, semmi destruktív dolgot nem csinált volna, mintha csak valami hétköznapi dolgot csinálna. Szülei végül beavatkoznak, és megpróbálna segíteni a fiúnak, aki végül feljelenti saját magát, ezt fontosnak érzem, hogy saját magát feljelenti, és szüleit is a rendőrsége. Élesen megmaradt számomra ez a jelenet a filmben, amikor először a kiöntött tejjel törli fel a konyhában, vagy kicsit később ugyanolyan közönnyel a vér törli fel. Tehát van egy jelenet, amikor a tejet törli fel, és ugyanolyan közönnyel és empátia érzelem nélkül a vér törli fel később, vagy gyilkosság után. Ez a fajta teljes derealizáció, depersonalizáció és a valóságot értelmezni nem tudó személyiség akut pszichotikus állapotra utal szerintem, amelyben a főhős a gyilkosságot elkövette. Nem tudta megkülönböztetni a disznó halálát a lányétól. De véleményem szerint a világ elől hosszú ideje menekülő, a frusztrációkat elfolytó állapotban tartó személyisége eredményezett egy pszichotikus elszakadást a világtól. Elég csak arra, hogy az ablakok el vannak függönyözve, leúzza a redőnyt és nem lát ki a valóságot, és a tévén keresztül figyeli meg a filmben a valóságot. Benny nem tudta, hogy mit csinál a valóság helyes szemléletének megszűnése, a művészet Danto által elemzett halálát is idézi talán, véleményem szerint a tanulmányomban. Megemlítenék egy teoretikust, Bridget Pukert, a következő képen értelmezi dolgozatában a gyilkosságot és a médiát, amit idéznék most tanulmányomban. A média során Haneke a média felelősségére és hatására is utalt. Televíziós riportok, híradók érzéketlenné tették a modern embert, felnőttet és gyermeket egyaránt, hogyan reagáljunk és érzékeljük a szenvedés jeleneteit, riportjait. Benny idejét az az ötje, hogy érzelemmentes, erőszakos horror és akciófilmeket néz, és közben látja a tévében a Boszniában elkövetett és a tévénézőknek megmutatott valódi haláleseteket. Erőszakot
biztosítva neki igazit és nem igazit. A hírprogramok bemondói bemesélik a szörnyebbnél szörnyebb eseteket, ügyelve arra, hogy kizárjanak a beszédükből mindenféle érzelmi megnyilvánulást, ami arra vezet, hogy a néző, Benny is, és a néző is sok esetben egy olyan érzelemmentes állapotba kerül, ami készíti arra, hogy olyan cselekedjen, amit nem szabad. Írta Pukor 2004-ben írt tanulmányában. Haneke, tehát folytatva az írásomat, Haneke tehát egy nagyon erős társadalom kritikát jelenít meg itt filmjében, és felhívja a figyelmet azokra a következményekre, amik bekövetkezhetnek, és végbe is mennek olyan patológikus esetekben, mint Benny története. Hangsúlyoznom kell a patológikus szót. Számomra azért nem tekintető pszichopata megnyilvánulásnak Benny tette, mert ő volt végül, aki bevallotta, mit tett. Egy pszichopata nem érez bűntudatot. Ő igenis érzett, amint kikerült pszichotikus állapotából. Elég csak arra gondolni, hogy feladta magát, ahogy mondtam. A videó, vagy akár a film, mint új médiumok hordozhattak magukban művészi vagy ipari értékeik mellett potenciális veszélyeket, sérült egy ilyenek számára. Erre szerette volna szerintem Haneke a főfigyelmet beilleszteni, felmutatni a filmjében. Ez a fajta teljes eltávolodás attól, ami a valós, a képtelenség, és a valóság és a nem valóság megkülönböztetésére a kommunikációs képtelenség ezzel a valósággal kapcsolható össze Dantó filmről írt elméleteivel. Én erre a konklúzióra jutottam. Ahogy korábban említettem, ugye a filmművész Dantónak, ő is felismerte a filmet, mint az audiovizuális kultúrában szintén tartozó videót is, tehát a VHS-t, és ma már DVD-t is említhetünk, mint új művészeti formát és azok művészetelméleti újdonságát, mint amelyek olyanokra képesek, amire más művészetek nem. De ha belegondolunk, szerintem Tarkovszki is megfogalmazta ezt, hogy megragadja az időt, és objektívan visszaadja a valóságot teljességében, mindenfajta manipuláció nélkül. Ezt így nem tudja az irodalom, nem tudja a képzőművészet, és nem tudja a zene sem. A művészeknek, akik a hetedik művészetben alkotnak, arra kell törekedniük, hogy az objektivitásból alkossanak művészetet, és a többek között ez a tulajdonság vezetett ahhoz, hogy a film a néphez legközelebb áll a művészettéle. Ez utat adott arra, hogy az egyetlen művészet, ami ipari funkciót is betöltsön. Gondoljunk csak a hollywoodi filmkészítésre. Viszont ez a teljes objektivitása az, ami veszélyt jelent, mind esztétikai értelemben, tehát a film halála, a film művészi múltának megszűnése, és mind patológikus értelemben, tehát kóros értelemben, gondoljunk csak Benny esetére a filmben. Meglátásom szerint tanulmányom végén a film erényei azonban túlságosan jelentősek ahhoz, hogy ne tekintsünk rá, mint meghaladott művészetre, és nem kell félni művészi értékének halálától, ez az én véleményem. Izgalmas kérdés azonban, hogy a jövőben lesz-e vajon egy olyan művészeti médium, ami képes lesz még a filmet is meghaladni abban a képességében, ahogy a valóságot visszaadja nekünk. Varázslatos művészet a film, a moziban átélt gyermeki varázs, amit én is, meg hát más filmrajongók is gondolom tapasztaltatok, és így a tanulmányom végén Godardot idéznem, aki így nyilatkozott erről a varázsról. Amikor filmet nézünk, a moziban el kell felejteni az embernek, hogy egy kopott régi moziszékben ül egy sötét néma teremben. Tehát el kell felejteni. Egy igazán jó film kapcsán, mint mondjuk a Benny videója, elfelejtjük, vagy más filmek, elfelejtjük, hogy igazából belekerülünk ebbe a varázslatos világba, és ezt Godard fogalmazta meg talán a legszebben. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ez volt volna a tanulmányom. Ha tetszenek gondolataim, kérlek, iratkozzatok fel, sziasztok!